Köszönöm szépen. Első alkalommal nem is ittam semmit, teljesen józanul vagyok, autóval érkeztem, és egy is nagyon szuper volt az esemény. És te mit gondolsz erről az egész Habervagyról? Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, főleg amúgy fiataloknak is nagyon ajánlom, mert tényleg egyetem után annyira leszűkül a baráti kör, meg tényleg az ismertségeknek a lehetősége, hogy valamikor szerezzél ismertséget, ez egy tök jó alkalom arra, hogy ilyenkor embereket, új embereket megismerjél. Nyitott személyiségek, értelmes személyiségek, akik kommunikálni akarnak értelmesen. Tehát nem az, hogy máshol Tinderen nem tudod ismerkedni másokkal, akkor majd itt talán sikerül, hanem értelmes emberek, akik beszélgetni akarnak és haverkodni. Mindenki tök közvetlen, extrovertált, az biztos, úgy érkezik mindenki ide tényleg, hogy ez egy ilyen esemény, ahol nem számít tényleg semmi, hanem megnyílhatsz tényleg, barátokat szerezhet, nyitott lehet, szóval szerintem mindenki teljesen közvetlen és aranyos. Annyira természetesnek hat, hogy szerintem egyébként másokban is ott van erre az igény, csak erre nem volt platform, és vagy nem ismerik ezt, vagy kicsit idegen nekik, pedig valójában érzik az igényt erre, mert főleg ugye volt ez a Covid, és azért szerintem a sokakban nyomot hagyott, bennem is, és ez sokat segít. Tényleg magamnak is egy ilyen visszaigazolás, hogy igen, tudok bárkivel kommunikálni, fel tudom találni magam, tudunk találni témát, és látom másokon is ugye ezt a nyitottságot, hogy és korosztálytól függetlenül most egy sokkal idősebbel beszélgetünk, de teljesen nyitottan, és szerintem ez szuper, és szükség lenne több ilyenre.